Stream. Na. Jónak kell lennie, elvileg. Reméljük minden rendben. Ne trollkodj le, stream, ne trollkodj le. Na, szép délutánt mindenkinek! Sziasztok! Hol vagyunk most, Grandmaster? Grandmaster 715. Haha. Csapaton belül van egy... solo queue contest. Hogy kinek van a legmagasabb elója. Most jelenleg én állok a toppon. Úgyhogy ezt meg kell tartani. Vasárnapig. Szerintem nem lesz nehéz. Úgyhogy mi is oda tesszük magunkat. Happy Partner Anniversary, kösz szépen! Halihó! Granda Paez, Domingo Dominguez. Sherry Nokedli, Dan Peter, Naroniel Geri. Hali, hali. Nyom, Csacsi, te vagy a legjobb. A legjobbnak nem mondanám magamat, de nyomni, nyomni fogom, az biztos. Ne aggódjatok. Most oda kell nekik csapni. Domingo Dominguez, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. 14. hónap, helyha. Köszönöm szépen. Második legjobb akkor? Ó, azt elfogadom, a második legjobbat. Legyen hát. Na, mit hozzunk így bemelegítőnek? Ma még nem játszottam egy solo queue meccset sem, viszont játszottam egy V1-eket korábban. Faker után. Végre stream, szép délután tartalmas gémeket. Köszönöm szépen a feliratkozást, looking to improve. Üdvözlet ismételtem. Na, mit bannoljunk, mit bannoljunk? Bannok egy Irelia-t, mert az OTP-k nagyon elszaporodtak. Nem szeretjük ezt a hűst. Azt mondanám, hogy bemelegítőnek jöhet akkor egy... Poppy Renekton Rumble meccs, valami hasonló a Thalia. De utálom ezt a hőst, ez annyira broken. Nem lehet a junglereket kibannolni. Ott van Belvet, ott van Thalia, ott van Evelynn, ott van Ivern, ott van Kane, Lilia, teljesen mindegy, mit bannolsz. Mindig valami OP hős ott lesz. Boldog partneré fordulót, köszönöm szépen. Mesélj már valamit, mi történt veled mostanában? Hát igazából annyi, hogy beindult ugye a gyakorló időszak ismételten számunkra. Úgyhogy emiatt nem is voltak most streamek. De mai nap az egy szabad nap, úgyhogy... úgy gondoltam, hogy akkor fel is lövöm a streamet. Midlanerünk nem akar pikkelni esetleg, mert szerintem toplanerként jobban lehet a team kompot alakítani. Hát ha nem, akkor nem. Maradunk egy Renektonnál, még ha nem is tetszik annyira a dolog. Mindegy. Geren ellen leszek, oké. Okay. Gyere Geren, gyere Geren. Datamessa, kösz szépen. Jungle free low champ. Na jó vagy vele, akkor igen. Nagyon nagy különbségek vannak junglerek között, de hogyha valaki jó jungler, akkor ja, sajnos elég freeló tud lenni solo queue-ban. Na, végül is nem rossz, hogy lesz, hogy, hogyha úgyis, így is Geren pikkelt volna az ellenfelem. Nem is hiszem, hogy lenne olyan túl nagy counteremre. Lehet csak erre mentem volna
Amúgy is. Olyan kiegyenlítettek a team kompok, de azt mondom, hogy a tália az még különbséget tehet. Na jól van. Keren jungle lesz? Hát biztos nem. Ez Keren top lesz 100%. Na mit hozzunk rá? Bomb plating plusz demolish? Vagy ez túl greedy talán? Na, szerintem nem lesz probléma. Behozzuk. Vadállat van az ágyon. Hogy hívják kutyus Csikónak? Dog gap ez win. Jól van, amíg itt marad, addig győzni fogunk minden meccsen. Na, legyen Doran's Blade, azt mondom. Agresszívan neki. Vágunk ennek a Garennek. Na, mi legyen a taktika? Két wave push, zónázás a negyedik wave-nél. 3 wave push recall contest TP-vel. Mert prioritást ez biztos tudok nyerni ellene. Garen az nem egy erős level egy hős, abból a szempontból, hogy a minionokat nem tudja sebezni. Nekem pedig van egy AOE képességem. És nem tudom, hogy az Ignite ez mekkora különbséget tesz. De alapból szerintem nem kell, hogy probléma legyen. Ignite top, figyelj arra, ja figyelek. Az a szépség a dolognak, hogyha TP-t játsz a Ignite-en, és neked megszerzed a prioritást. Ha meg is öl Ignite-al, tegyük fel. Olyan level 3, level 4 körül. És túléli mondjuk 100 HP-val. Visszatépézek, fagyasztom a wave-et, akkor annak ellenére, hogy leszóló killet, óriási előnyt tudok így is kialakítani. XP tekintetében. Sokkal gyorsabban fogom elérni a level 6-ot, és sokkal több minion előnyöm lesz. Utána tudom majd zónázni is. Nem feltétlenül rossz, hogyha belehalsz egy Ignite top lanerbe, hogyha jól időzíted a halálodat. Ami nehéz, persze. Halált jól időzíteni, az a nehéz dolog. Ha rosszul időzíted, akkor csak egy halál, és az kellemetlen. My blade is at your service. Köszönöm szépen a feliratkozást. Oké, okay. Szerintem két wave push zóna a negyediknél. Ez lesz a terv. Keddy de van, köszönöm szépen! Hellcat 666, neked is nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, üdvözlet mindkettőtöknek. Oké, okay. Talia toppon kezdett. Ó, minden farmat elvitt a Garen. Nem rossz. Gyere csak, hűtöges. Mennyire valid most ez a taktika, amit csinálok? Megnézzük mindjárt. Nagyon valid. Nagyon oda csaptunk neki. Most ugye az a kérdés. Ugye Ignite-ja van. Most veszélyes a dolog. Most kell a recallt elnyomni. Valószínűleg chase-eli majd a recallomat. És ha most egy TP-t el tudok nyomni, akkor elég jó pozícióból várhatom a következő lane-t.
tudtam elnyomni, jól van. Na, ez most egy kicsit kellemetlen így, megakadályozott többször is. Greedy recalloltam. Nem lesz előnyöm sajnos. Majd, te lesz. Oké, okay, nagyon jó. Na, jönni fog a Maokai. Bepingeltem neki a wave-et is. Ez a baj, hogy találkozott a táliával. Okay. Worth it, worth it. Nem lett belőle dive, de megölt az ellenfél junglerét. Igazából ez a Garen ez most stuck lane-en. Tehát nem tud kijönni ebből a laning fázisból. Nagyon kellemetlen neki. Tehát bent tartom megint a laning fázisba. De van itt egy plant a riverben. Ezt el tudom vinni. És továbbra is tudom majd fenyegetni. Most van demolishom és most elkezdem használni a demolishomat. Most indul majd be az igazi előnygyártás toppom. Egy platinget el tudok vinni legalább. Ah, marad. Akkor nem demolishozunk. Mennyire greedy, de még mindig nem recallolt. Ezért az ilyeneket simán ki kéne dive-olni egyébként alapba. Ezért is mondtam a junglernek, hogy jöjjön dive-olni. Nagyon gyenge ilyenkor a Garen, ugye nincsen itemje. Tehát alapból nagyon könnyű lenne ki dive-olni. És még ő fog engem megölni. Ah, crazy. Ja, ezért jó egyébként. Ezért működnek az ilyen pikkek solo queue-ban. Mert nem büntetik őket. És aztán be is flippelik az all-ineket. Jól van. Legyen. Legyen! Jó kis solo queue quality. Imádok az ilyen hősök ellen játszani, amik alapban nem működnek, de... működnek, mert nem büntetik őket. Herald. Tudnánk heraldozni valószínűleg. Ha most nem viszik el, le kéne csekkolni. Ne heráldott, top lane dive. Nagyon jó. Oké, ezt lassan kell megjátszani.
nem volt lassú. Mindegy, nem rossz. Nem is tudom, hogy mi folyik ilyenkor az emberek fejében, hogy ránézik Kerenre, és akkor azt mondja, hogy most ezt beautóattackolom. Ezt nem lehet levánsatolni ilyen egyszerűen, ez két... kétszer kell menni egyébként, először kiszedni a dupla vejét, és akkor utána pedig megölni. Na, Rakan minden killt elvesz. Lololol. Jaj, de közeli! Gyerünk Rakan! Flash auto! Itt nem jöhetsz át! Itt úgysem jössz át. Hopsza. Ó, herádozunk, herádozunk. Oké. Közben botlane zónázzuk, nagyon is jó. Baba. Baba, Geren, bye bye. Na, Tali is akar jönni a partiba? Én ütöm ezt a tornyot. Szeretném, hogy a Tali jöjjön. Lesz ultim hamarosan. Gondoltam, hogy ez a Thalia nem fogja tudni, hogy belém halhat, hogyha rám jön. Ez mindig így szokott lenni. Junglerek nem mindig a legokosabbak. Talabból szerintem meg, nincs meg nekik ez az információ, hogy mit használt az ellenfél, tehát nem tudja, hogy nekem van flash ultim például. És akkor nehéz... döntést hozni az alapján. Az adja nekem itt a... tornyot majdnem. Marad a Geren? Marad, marad, persze, akkor két wave-et... Ilyenkor mindig két wave-et kezdtek el, amikor az ellenfél marad. Közben veszti a minionokat. Oké, okay, most kiszedtem a dupla V-jét. Ja, így nem is tekkel két wave-et. Most arra mentem rá, inkább kiszedjem a dupla V-jét. Szépen odaadom. Hagyom, hogy elvesse itt a minionokat. Sőt, még többet is hagyok, hogy elveszítse. Na, szépen ez a... ezt bepusholjam? Ja, bepusholom, mert nem kell a wave. Én is be tudok nézni midre most.
Ez a krokodil, ez megvadult. Vadállat krokodil vagyok. Level 12 ellenfélől. Dobban ki a level 9-es. Kétezer arany, oké. Mit kéne venni ezen a meccsen? Shoujin az lehet jó lenne. Hát gondoljam át, Shoujin vagy Black Cleaver. Well, nincsen tankjuk, ezért azt mondanám, hogy Shoujin az jobb. Bam. Mi a következő? Objektív srácok. Tier 2-es tornyok. Ez Draveninc az olyan overextend alatt minden. Ez meg fog halni. Egy flash-t kiszedünk belőle. Ha más nem is. Tárját megöltük boton, én is tudok tovább pusholni toppon. Oké, jön a trash. Oké, amit most csinálok az... greedy. Ez most greedy egy kicsit. Nem arra sem megvan a Shoujin. Okay. Azt mondanám ezt a wave-et, mert a következőt elvisszük. A legrosszabb esetben adom a Doran Shield-et, meg kell, hogy legyen a Shoujin utána. Ez a wave, amit el kell vinni. Lehet közben egy bot tier 2-es tornyot is bezsebelünk magunknak. Rip. Oké, túltoltuk. Igen, ennek van dupla vén, amit mondja, el tudná vinni. Meglepő volt, hogy a Thalia még itt maradt a bokorban, de igazából, hogyha ránézek a pályára, ennek a Thaliának tényleg nincsen semmi keresni valója igazából sehol. Meg kellett volna várnom. Hopp! Az jó. Meg nincs flash-je, az meghalt. Viszont ők is megölték a rakánunkat. És még meghalad az ír is. De kettőt is viszünk. Oké, elég rossz. Nézzük, miden van-e valami lehetőség, nincs. Ezt valóban túltoltuk. A LeBlanc kill az jó volt. Aztán... Gerenden való harcoskodás az mindig greediség. Ezt nem kéne. Mi a mit... Mit vegyek? Valami Magic Resistet kéne venni. Azt mondom egy... Abyssal Mask alapon jó lehetne, de... Annyira nagy szükségem nincs erre.
Az jó lesz. Ezt gyorsan el lehet vinni. Oké. Okay. Ez nagyon megy. Ja, az azért maradt toppon, az jó. Na, valóban igaz van a Dravennek, ezt nem kéne elfrovolni ezt a meccset. Blade of the Ruined King? Na, ezt nem építek. Nem jó. Alapból a split pushra jó lenne a Blade of the Ruined King, de ezt nem split pushra akarom megnyerni ezt a meccset. Fingerek az jönnek, hogy menjen vissza. Kordába kell tartani egymás, srácok. Ez a meccs ez tényleg arról szól, hogy kordában tartani egymást. Mert csak úgy veszthetünk, hogyha nem tartjuk a kordában. Azir megvan. Ja, Azir azt nyeri. Hát... ez nem annyira meggyőző nekem ez a mid-táj. Garen Rampage. Ne, Draven meg kell szólni. Oké. Nem rossz végül is. Szerintem ez működik. Van Maokai útink. Kis mázlista. Ezt lecsézeljük viszont. Na, az mindegy. Kertesse. Erős nagyon ez a Strideberg ellassítás. Ennek még van ulti a Gerennek, 100%. Ja. Ki kéne jönni? Na, kicsit eltrollkodtuk ezt. Nem is vagyok benne biztos, hogy az Abyssal vásárlás az jó volt. Azon gondolkodtam, hogy csak egy Negatront veszek és utána rámenni a Steraxra rögtön. Steraxra mindenképpen rá kell menni. Hát megnézzük majd. Boldog partner évfordulót, köszönöm szépen. Szia Runave, mi a helyzet? 1.30 a sárkány. Stridebreaker-t. Szerintem eléggé lebecsülöm. 3 másodperces lassítás, ezt nagyon megjártam itt, amikor előre ugrottam. Stridebreaker rögtön rám. Vágódott. Link with... C
CS. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, üdvözöllek. Nincs TP-m, srácok. Nincs TP-m. Jó, ezt megnyerik nélkülem is, úgy tűnik. Maradok toppom. Á, nem is tudok más csinálni egyébként. De most tisztában volt vele a csapat, hogy ez egy... harc lesz nélkülem. Tudok-e enden? Sajnos nem tudok endelni. Két tornyot azért elvittem. Szerintem jobban megéri, mint az inhibi. Soulra menjünk. Ja. Rámegyünk, szerintem nem lesz időben a Talia, hogy elvigye. Late, slow. They are all timer. Never mind, shots. Sure, I played slow. Open Nexus, 20 másodperc a trash. Működhet a dolog. Elég gyorsak vagyunk. Szép. Meg jó, hogy beúsztuk ezt a meccset. Kezdett kicsit necces lenni a vége fele. De győzelem az győzelem. Lumika, nagyon szépen köszönöm neked is a feliratkozást. Ha nem vagyunk elég gyorsak, megoldjuk erőből. Draven a steel proof volt. Jó volt a shot callingja is. Nem árt egyébként, hogyha van a solo queue meccseken egy-egy ilyen játékos, aki tényleg mondja, hogy oké, nyugodjunk egy kicsit, lejátszunk csak makrót, az ellenfélnek nincs esélye. Mindenkit. Visszahozni erre a jó mentalitásra, de most mi a helyzet? Mi ez a game is still in progress? Ha? Ha? Mi az a makró? Azt, hogy a pályát játszunk, hogy tornyokra játszunk, objektívekre, ugye a sárkányra, a nosorra rájátszani. Ahelyett, hogy gyilkosságokat kergetnénk a pályán, mert azok nem juttatják előre a meccset. Általában, hogyha nagyon sokat beleinvestálsz abba, hogy megölj valakit, utána vissza kell menned a bázisba, és akkor indul újra az egész előről, és addigra már respawnol az ellenfél, tehát újra felélednek, és akkor nem tudsz előre lépni. De hogyha tornyokra játszol rá, és szépen, szisztematikusan, következetesen, minion wave-ekkel együtt dolgozol, akkor... akkor az úgy teljesen jó. Streameken befolyt pénz nálad is a csapathoz megy, mint másnál? Nem. Ez hozzám megy a streamekbe befolyt pénz. Mint másnál a csapathoz megy? Itt kinél megy a csapathoz? Ilyen 100%-osan a csapathoz menő dologról még nem is hallottam egyébként. Vannak olyan csapatok, vagy olyan szerződések, ahol bizonyos összeget, bizonyos összeg a csapathoz megy, de... nem tudom, srácok, itt megakadtunk Game is still in progressben. Szerintem megpróbálok relogolni, de elég gyanús a dolog. Vagy nem tudom, mit
csináljak. Várjak egy kicsit többet. Egy. De attól tartok egyébként, hogyha mindenki most újraindítaná a klienst, akkor a játék megszűnne. Tehát ugye ez így szokott lenni, hogy mondjuk 10 ember solo queue van, és mind a 10 rage quitolna, akkor megszűnne maga a játék, senki nem kapná elót. Ez megszűnne a játék. Attól tartanék, hogyha most mindenki újraindítja a klienst, akkor megszűnik a játék, és nem kap senki LP-t. De mindegy. Muszáj megpróbálni. Jó, ez jónak tűnik. Eddig. Hogyha a missionök itt feldobódnak. Okay. Jól van. Ezek szerint újra kellett indítani. Oké. Okay. Oké, okay, kliens. Ja, kaptam, megkaptam az LP-t belőle. Poppival egyébként szerintem 100%-os winrate-em van minden meccsem. Egy poppi, két poppi, három poppi, négy poppi, öt poppi, hat poppi, hét poppi győzelem hét meccsből. Hát jól van, nem hiába perma van, de hős egyébként ellenem. De néha abuse-olni kell solo queue-ban kicsit. Kék eszencia shopot már csekkoltad? Ami azt illeti, még nem néztem annyira bele a dologba. Igazából itt azt kéne eldönteni, milyen krómát szeretne az ember. Kenen króma az jó lehetne. Nincsen már kék eszencia shop. Akkor lemaradtam. De hogy nincsen, azt hittem ez egy nem egy ilyen limitált dolog, hanem permanensen elérhető lesz. AOM stream lesz még, most biztos nem lesz. Most csak League of Legends-re fókuszálok. Ugye nekem jön egy verseny majd október 2-ától. Október 2-ától kezdődik a Prime League téli kupája. Aztán decemberben pedig a Red Bull kupa, amit ugye kiraktam Facebookra is. Ami ez kicsit több info, ugye ez ilyen meghívásos verseny. Red Bull szponzorált csapatokat hívnak, meg pár más egyéb csapatot is meghívnak. És akkor ja, lehet, hogy lesz lehetőség egy koreai csapat ellen is játszani. Úgy tudom, hogy az a csapat, akivel játszunk, annak a győztese játszhat majd koreai csapat ellen. Majd megnézzük. Majd pontosabban lesz több info róla, akkor majd mondom. My blade is at your service. Imperium, köszönöm szépen, szia, csak beköszöntem, este visszanézem a vodot, remélem csak win lesz. Én is remélem, kösz szépen Imperium. Jön Faker is? Jön, igen. Ha jól tudom, az SKT lesz. Valamelyik nap akartam menni Chromat is, nem volt már benn. Hát, kár érte, kár érte. Oké. Okay. Következő meccsen bannoljuk a Teemo-t, srácok. Timo OTP Q-zik. Papa Imperium. Szép napot. Amikor az a rivarc, hogy egy koreai csapattal harcolhatsz. Hát ja. IRL csapatoknak nincs nagyon lehetőségük koreai csapatokkal összecsapni. Elég.
Elég ritka, hogy ilyen lehetőség adódjon. Na jól van, bannoljuk a Teemo-t. Bye bye. Vagy bent is hagyhatom végül is, és Rumble-re megyek rá, vagy valami hasonló, azt szerintem játszhatatlan neki. Ja, benn hagyom. Hogyha Briar lesz a jungle-om, akkor az jó lesz. Inkább bannolok egy Irelia-t. Az új perma bannom az Irelia. Hemzsegő Irelia OTP-k, akik folyamatosan flippelnek minden laning fázist. Nagyon nem szeretem. Mi a véleményed Briarról? Nagyon, nagyon erős a hős. Eddig akárhányszor láttam, mindig nagyon erős volt. Úgyhogy ha valaki akar vele játszani, az akkor ajánlani tudom. És valószínűleg még buffolni is fogják. Mindig ezt csinálják új hősökkel, hogy még buffolják is őket utána. Főni szerinted a karácsonyi poppy skinen kívül melyik néz ki jól és cukin? Az összes? Poppinak minden skinje jó. Na ott a Teemo srácok, ott a Teemo. Érkezik. Na maradok Rumble-nél. Jó lesz ez. Ugyanaz lesz a tervem, mint ami a Renekton-os meccsen volt. Bepusholni. Két wave-et. És a negyedik wave-en megtámadni. Hogyha ez solo queue-ban egy elég jó taktika. Két wave-et bepusholni, főleg hogyha nagyon erős domináns early game hőse játszasz. Például Renekton, Rumble, esetleg Jax. Ezekkel érdemes ilyesmit csinálni. Darius, Olaf, ezekkel is megteheted ezt. De bármi, ami nagyon erős, óriási all-in frettel. Ezekkel simán megteheted, és akkor óriási kill pressure-öd van az ellenfélre. És igazából ilyenkor, főleg, hogyha gyengébb hőst játszanak, ugye mint Garen. Garen az egy scaling hős, tehát alapból ilyen level 3-4 körül elég gyenge. Teemo szintén elég gyenge ilyenkor. Ezek ellen ez jól tud működni nagyon. De meglátjuk, hogy az Udyr az közbeszól-e majd. Ugye, hogyha közbeszól az Udyr, az én junglerem meg AFK, akkor természetesen elég nagy probléma lehet. De alapból, hogyha ilyenkor te junglered is jön, akkor simán nyerítek a 2v2-t, ugye Rumble vs Teemo. Ki tesz többet hozzá egy 2v2, ez egy Ignite-os Rumble, aki overheat-el, vagy egy Teemo. Most szerintem ezt a kérdést ezt fel se kell tenni. És jungle matchup pedig általában nagyjából mindegy szokott lenni, mert mindegyik jungler az erős early-ben. Egyszer majd legyen Super Galaxy Rumble skin fodder, nem lesz. Az egy Doom skin, én aztán nem szeretek játszani. Sajnálom. Miért nem játsszák Fiorát versenyeken? Ja, Kínában, Koreában játsszak főleg. Nehéz versenyhős. Az a baj vele, hogy split push az nagyon sok türelmet igényel, meg igazából olyan teamkompok ellen tud csak bejönni, amik kevés engage-el rendelkeznek. Meg alapból a Fiorának nagyon jó játékosnak kell lennie. Remek reakciókkal, okos játékkal. Jó, belvetett bannolták. Oké, maradok az Irelia bannál. Boldog partner évfordulót, köszönöm szépen. Ha. Megkapták a Briart és még ki is bannolták az Udyrunkat. Ja, hát ez ilyet egyébként utálom solo queue-ban. Ugye láttátok az előző lobbit. Mindenki megnézi, oké, okay, itt Teemo, itt egy Udyr, itt egy Belvet. És akkor most mindenki kibannolja ezeket az összes hősöket. És akkor azok, akik ugye OTP-k, mert ki más játszana Udyrt, mint egy OTP. Az nem tudja hozni az Udyrját, most valószínűleg dodge-olni fog Olafothoz. Olaf jungle.
Ridi. Ez jó Zolaf Janga? Hát én nem vagyok benne biztos. Még Briar ellen el tudom képzelni, hogy működik. Ugye a Briarnek van két CC-je is, Olaf az pedig nagyon örülnek, hogyha Briar rászalad, úgyhogy el tudom képzelni, hogy működik a dolog, de hát meglátjuk. Én maradok a Rumble-ömnél. Ja, jó lesz ez. Hozunk egy alapskint. Szerencsét hozó alapskin. A Rumble-t se gyakran kapni egyébként meccseken. Rumble is nagyon erős hős jelenleg, de kicsit óvatosnak kell ellen lenni solo queue-ban. Mert könnyen előfordulhat egy olyan szituáció, főleg hogyha Ignite-tal játszol, és tegyük fel ez a Briar megölne level 3-ba vagy valami, akkor teljesen szétesik a lane-em. Ilyesmire oda kell figyelni. Tehát ez egy ilyen solo queue dolog, ugye amikor primate-be játszasz, akkor már alapból a jungleret feléd jön. Megmondod neki előre, hogy oké, két wave-et crash-elek, negyedik wave-en megtámadjuk az ellenfelet, és akkor bevállalottuk 2v2-t. De ilyesmit solo queue-ba természetesen nem lehet csinálni. Rumble az kevésbé kontrolláltabb. Ami lehet jó is, meg rossz is. Hogyha az ellenfél junglere nem campel, akkor valószínűleg nem lesz probléma. Mert nagy a solo kill potenciálom a teamon. De hogyha az ellenfél junglere campel, az enyém pedig nem jön, akkor teljesen neutralizálni tudják a Rumble-t. Na meglátjuk. Darth Lotus, Darth Lorus, köszönöm szépen a bitet, csírt. Irelia-t nem játszak versenyben, pedig jó tudna lenni egy kicsit van. Az Irelia az még nehezebb is a Fiorán-nál abból a szempontból, hogy az Irelia az... nagyon rosszul scale a toppom. Tehát ez tényleg csak akkor jó, hogyha szétsnowballolod a lénedet. Welcome to Summoner's Rift. Rift up. Oké, okay, Q-val vagy E-vel kezdünk a Teemo ellen, ez a kérdés. Mindkettőnek megvan a maga előnye. Úgy érzem, hiba lenne felsétálni itt, valószínűleg bárhol lehet itt egyébként, lehet itt van, itt van, itt van, itt van, ki tudja hol van. És hogyha ráfutnék, akkor biztos, hogy letradelne. Neki is ignite van egyébként. Oké, okay. Ezt érdemes figyelembe venni. Ezen a meccsen valószínűleg kapom a level 3-os genket. Na már most, hogy ezt a level 3-os genket elkerüljük, erre nagyon jó tud lenni az, hogyha rápusolsz két wave-et az ellenfélre. Tehát alapvetően 3 wave-et szoktál pusolni. Most ezt megváltoztatjuk, hogy két wave-et pusolsz, és utána elmész kivardolni, és utána lehetetlen, hogy egy level 3-os genk működjön rajtad. Na már most ez ugye akkor működik, hogyha be tudok pusolni két wave-et. Most nem tudom, hogy a Teemo-nak mekkora ereje van. Ez lesz a nagy kérdés. De mivel bomb plating-en játszok, neki pedig nincsen bot plating-e. Ezért biztos vagyok benne, hogy az első trade-et azt nyerni tudom. Oké, meg is nyertük, ja, megvan a lane control. És bepusherunk két wave-et. Lecsánkolt. Potit igazából el lehet nyomni. És innentől biztonságosnak kell lennie a lane-nek. The harder I hit
Valaki kipingelte a top crabet, az mit jelent? Itt lenne a Briar. Nekem mindegy. Igen, ez az, ezt mondom, hogy ez az... Most... Ja, most iszajat sarossz elejénem, mert itt van a jungler. Megakadályozta a kipusolásomat, az enyém pedig lement botra. Miért játszunk botra egy ilyen lane-re? Top pont, két ignite top lane-re csap össze. És ennyi. Megöltem a teamot. Ignite-ja van, tehát alapból jó nagy előnyre össz kéne jutnom, de nem tudok előnyhöz jutni, mert az ellenfél junglere legett felé az enyémet. Szörnyű. Solo queue jungle tudás nagyon hiányos. Rengetegszer. Fogalmuk sincs a matchupokról. Én kerülök hátrányba solo kill után. Na ez... Nagyon gáz. Ignite vs. Ignite lane-ben. Nem fog szépíteni a dolgokon. Ennek nem szabadna megtörténnie soha. És ezért nem szeretem a Rumble-t annyira solo queue-ban, mert ez rendszeresen megtörténik Rumble-nál. Most azt hittem, hogy agresszívan játszatok-e. Semmi visionünk nincsen. Ez a ward, ez egy nulla. Ezt nem is tudom, mit csinál itt. Red buff ward. Itt lenne értelmesebb, itt is értelmesebb. Semmi vision, agresszívan se lehet játszani. Ja. És így nem tudjuk büntetni a teamot. Mindegy, én beflippelem most. Ez általában ahhoz szokott vezetni, hogy én is elkezdek flippelni, mert nem lehet máshogy játszani. Egy Ignite-os top lane-ert játszok, muszáj agresszívan játszani. Ezt nem lehet csak így elkezdeni passzívan semmit csinálni. Ez nem működik. Ő lépte át a level 6-ot először. Ja, remek. Menjek a River Plantért? Megyek. Ja. My blade is at your service. Nem tudom, hogy mekkora mobilitása van a hősnek. Hakám Zebek, köszönöm szépen a feliratkozást! Ez a meccs nagyon kiégett egyébként. Hogy nem láttam a junglermet egyszer se, úgyhogy szétdominálom az egész lane-t. Te atya úristen, mekkora jungle gap van itt. Három winning lane-je van az Olafnak, három winning lane. Semmit nem ért el egyelőre, 0-0-0-ban áll. Az egyetlen dolog, amit elért, az egy sárkányt elvitt. Például lehetne dive-olni topot következő wave-en. Az is egy opció. Lehetne herázozni. Az is egy opció. Na, valamit akarunk csinálni ezen a meccsen, vagy visszaülünk és megvárjuk, hogy az Eri lekerrizzen minket. Ami nem biztos, hogy meg fog történni, hogyha ennyi idővesztegetés volt.
És Prior az megint itt van toppon. Jól van. Objectionable. Ezt tudni fogjuk, hogy ez a játékos nagyon rossz. Legközelebbre. Most bele fog halni a Briar, belőle látom. Ezt nem lehet kontesztelni. Nem így működik a meccs. Valaki rosszul játszik és utána kontesztelni. Play for fight. Can kill. Legalább a team-ot el lehetne vinni. Nem lehet elvinni. No, nem lehet elvinni. An enemy has been slain. Thought you never asked. Na, teljesen neutralizálták a top lane-t. Nem tudok semmit csinálni ezen a meccsen. Jól van. Megvárjuk, amíg az Zeri lekerizzi a meccset. Nem lehet más csinálni. Van vision, oké. Nem mintha tudnék rá agresszívan játszani. Briar úgyis topon lesz megint. Legtöbb, amit tehetek ezen a meccsen, teljesen passzívan játszani és várni, amíg a bot lane nem carryz. Mégis itt lesz a Briar. Miért is ne ultizzuk le inkább? Na. Ott volt. Pingeljek neki. Fölösleges pingelni, mert ez a múltban tapogatás lenne. Múltat azt tényleg nagyon fölösleges belehozni a játékba. Tehát most elkezdeném blémelni, hogy nem voltál itt ilyenkor, meg olyankor, meg stb. Teljesen mindegy. Már elmúlt a dolog. Besegítek neki. Who wants a piece of this? An enemy has been slain. An ally has been slain. Defensive útvonal, ez jó lesz. Shut down. Now we're cooking. Hold her steady. Nem tudom, hogy hova gombászott most le. Hol a pálya másik végén? Briart láttuk viszont. Úgy tűnik le outscale-elt most már. Tudok jönni nagyon kevés a HP-n.
Az Olaf teljesen AFK tényleg. Miért kell ennek a mestek ennyire nehéz lenni? Teemo top lane-jük van. Nem tud lane-elni ellenem, és ennek ellenére is ennyire nehéz a meccs. Jajajajajajaj. Na, ez hiányzott, hogy még a izénk szerint is elfrolja a lead-jét. Tudatosítani szeretném benne, hogy ő az egyetlen, aki ezt a meccset le tudja kejerizni. Ez nagyon rossz. Igaz, a Sona is tud kejerizni, persze, Sona is kejeri. Sona kejeri. Comment. Érdekes. Most emiatt elviszem a minionokat. Kár. Volt szép dolog ez a Briar-től. Elmisszeltette velem a minionokat. Olaf elvitte a Heraldot, aztán most meghal megint. Ez katasztrófa ez a játékos. Ja, hát ez probléma. Ha junglert játszol és OTP vagy, ez elég nagy probléma. Kibannolják az OTP-t és nem tudod játszani már a meccset. Akkor probléma van. Nyilván nem lehet vele dodge-oltatni minden meccset. De hogy nem tudja lestunnolni a Jayce-t? Ez a Syndra. Immobilis Jayce kap egy Syndra stunt meg egy Rumble útit és már meg is hal. Miért kell megvárni, amíg átsétál itt ezen a szoroson? Nem értem. Ezt a meccset egyáltalán nem értem, amit itt zajlik, az nagyon gáz. Leraktuk a rádat. Ha neki sem tetszett a Syndra play, hát nem. Nekem itt igazából semmi nem tetszik. Yeah.
Na, szerencsére az Erik elrizi. Az se az Olaf érdeme egyébként, hogy az Erik elrizi. A botlane-ünk 2v2-be szedte szét az ellenfelet, én láttam. Max a Syndra érdeme, mert az romolt le még dive-olni is. Junglerünk helyett, aki AFK farmolt. Ez se az Olaf érdeme, ez... pusztán csak szerencse, hogy ez a... Szerencse, hogy ez a játékos csapatomban van. Teemo botlane. Arra megyek én is. Bent a lopás tőlem. Nekem mindegy. Az engem nem érdekel, hogy beloptam a ten bentáját vagy nem. Így járt. Közel volt egyébként. Meghaladhatott volna bármikor a Jace-be is. Én úgy számláltam, hogy meghal, amikor átugott a falon, de valamiért a Jace úgy döntött, hogy nem akarja megölni. Úgyhogy jól van. Szerencséje volt az Erinek. Ezt le kell csekkolnom. Grandmaster, Udyr OTP. Na. De ez hogy lehet, hogy 20 meccset játszott, legutóbbi 20 meccsből, 19-szer megkapta az Udyrt, és akkor az egyszer, amikor velem játszik együtt, akkor nem kapta meg. Na hát ez hogy lehet, srácok? Hogy lehet? VV Jungle Top mennyire játszható? Nem láttam egy VV-t mostanában. Valószínűleg játszható egyébként. Az, hogy nem látsz egyet se, nem jelenti az, hogy nem játszható. Toppon nehezebb lenne, de... VV-nek az erőssége alapból is az, hogy nem ismerik a játékosok, nem tudják, hogy mekkora sebzést szólsz ki, mikor vannak all-in timereit, mekkora sustained. Úgyhogy ha ezeket jól elsajátítod, akkor mindig lesznek meglepő szituációk, ahol tudsz nyerni, és ezzel elfidelődni. Emiatt az ilyen hősök azok egész jók tudnak lenni. Köszöntöm a választ szívesen. VV OTP-k léteznek ugye toppon, kb. Azok játsszák, ja. Jungle-be lehet, hogy nehezebb egyébként valóban. Főleg ugye meta junglereket, ha ránézünk a meta junglerekre, szerintem játszani se tudsz ellenük alapból. VV-vel. Ilyen belvetek ellen. Belvet talán még a játszhatóbb közé tartozik, nem tudom. De ilyen Lilia Talia ellen biztos, hogy nem tudsz játszani. Teljesen kikájtolnak. Udyr is egy elég idegesítő ellenfel lehet. Nem tudsz rájuk tapadni rendesen. Jungle VV OTP vagyok, eléggé nehéz. Bár tényleg, hogy low elo-ban, de amúgy kenkelgetni elég jó, feladva a Classic Jungle-rolt. Ja, hát VV, meg alapból azok a hősök, amik ugye nem meták. Ezeknek mindig ott az ereje, hogy oké, meglepetés, nem ismerik a játékosok a sebzéseket, a gank timereket, hogyan gankelsz, honnan jössz. Például, hogyha valaki Rek'Sai-t játszik, szerintem játékosok fele vagy nem tudja, vagy elfelejtette már, hogy a Rek'Sai majd botlane-en, ugye tunnel-lel, ugye az alagútjával a hátadba tud jönni, és ez a gank 100%-osan, hogy működni fog. Ilyen dolgokat simán lehet csinálni, még ha Rek'Sai nem is meta ugye, de egy ilyen gank az biztos, hogy működik. Az más kérdés, hogy utána hasznos leszel a hősöddel. Hogyha fed vagy, akkor talán, de alapban nem mondanám a Rek'Sai-t a leghasznosabbak közé. Briar topot próbáltam, már nem próbáltam. Játssza valaki egyáltalán Briar topot, nem is láttam ellenfélnél se. Csak jungle-be láttam, meg minden egyszer-kétszer. Tudsz lénelni egyáltalán toppon? Játssza a toppon Renekton ellen, ez elég játszatlannak hangzik. Rumble ellen, szintén játszatlan. Jax,
Szerintem Outer Space hősként az is játszhatatlan. Ja, nem hiszem, hogy toppon túl sok keresnivalója lenne a hősnek. Irelia-t versz vele? Ez lehet tévedek egyébként. Azért, mert nem próbáltam, ezért nehezebb véleményt nyilvánítani. Hogy mennyire reális. De így a kitjét elnézve, nekem nem tűnik annyira viable-nek. Tankok ellen talán nagyobb a sustain-je. Talán. Nem tudom, mennyire genkelhető a hős szintén. Van neki egyébként? Alapból ilyen mobilitása, vagy csak ugrani tud egy ellenfélre? Hol van? Nincs meg nekem Briar, azt meg kéne venni akkor. Ó, még millió sincsen meg. Senafiri? Oké, okay. Megvesszük őket. Csapattársai nem ire tud ugrani Q-val. És minionokra is tudsz? Valószínűleg nem, vagy igen. Egy blind pickes meccset megnézni, ki az egy blindot, amikor csak ott szemmel egy random karaktert pickelsz. Akkor szerintem rá lehet kattintani erre a kérdőjére, az ugye random ad neked egy hőst. Rákattint az 10-szer, aztán ami 10. alkalommal kijön, akkor az lesz a hősöd. Az tisztességes blind pickes meccs. Ja, tényleg valamilyen furcsa mechanikája van a hősnek, hogy így bevadulsz, és akkor nem tudod kontrollálni. Viszont van egy képessége, amivel meg tudod ezt állítani. Ja, yeah, így elég furcsa tud lenni. De ugyanakkor meg ez a legerősebb fázis, amikor így bevadul. Két év után mennyi időbe kerülne visszaszokni a játékhoz? Tapasztalatból tudom mondani, hogy nem a legkönnyebb, de ez sok múlik azon is, hogy milyen szinten voltál és milyen szintet akarsz elérni. Meg nem tudom, hogy így azt tudom, hogy a meta változásokra nehéz adaptálni, ilyen Challenger, Grandmaster szinten, hogyha két évet kihagysz. Nagyon sokat kell bepótolni. De például tegyük fel mondjuk gold vagy az alatt. Nem biztos, hogy ezek a metaváltozások túl sokat jelentenek számodra. Valószínűleg tudod ugyanazokat a hősöket játszani, mikor nerfelik is őket. Az új karaktereket meg gyorsan meg lehet tanulni, hogy mit csinálnak. Jövőre látsz esélyt, hogy magyar játékos LEC-ben legyen? Jövőre, már mint 2024-re? Elég kevés esélyt mondanék rá. De igazából... szerintem Blurzoron meg rajtam kívül másnak nem sok esélye lenne. És nekünk sincs sok, úgyhogy... Blurzor ott van, nem? Szerintem Blurzor azért játszott francia versenyen, mert lehet ki akarták végül is próbálni, és ez egy tesztmeccs volt számára. Nem tudom. Ki tudja. De amit furcsálnék viszont, ja, én is azon gondolkodtam, hogy Jankos ugye Koreában van, és ezért. De amit furcsálnék az az, hogy ha most raknák be Blurzort ebben az évben, az abból a szempontból lenne furcsa, hogy az előző évben sokkal sikeresebb szezonja volt, ugye EU Masters-t is nyert, spanyol bajnok is volt, úgyhogy az ott furcsa volt, hogy nem adtak neki esélyt, ebben az évben pedig furcsa lenne, hogyha esélyt adnának igazából, mondjuk úgy. Ugyanúgy nekem se hinném, hogy sok esélyem lenne,
mivel EU Masterben részt se vettünk, ugye negyedik helyen végeztünk, az nyári szezonban ezek elég sokat számítanak. Meg ami most nagyon fontos, ez az ilyen hype hullám. Úgy nevezném úgy, hogy hype hullám. Vannak ilyen játékosok, akik nagyon felkapottak. És hogyha bekerülsz ezek ebbe a listába, felkapott játékosok listájába, akkor nagy esélyed van bekerülni. De ha nem vagy benne. Már pedig ebbe a listába szerintem 10 játékosnál több nagyon nem szokott benne lenni. Ha abban nem vagy benne, akkor általában kevés esélyed van LEC-re. Most már nem nagyon sok múlik ezen, hogy mennyire felkapott vagy éppen. Ahhoz pedig szerintem elég kiemelkedő teljesítményeket kell nyújtani, mind a bajnokságodban, mind New Masters. Vagy bármilyen nagy színpadon, ahol lehetőséget kapsz. Boldog partneri fordulót, köszönöm szépen. Ha bekerülnél, szerinted bírnál, életképes lennél LEC-ben? Szerintem az nem lenne probléma. Pont az Astralis-os szezon után éreztem úgy. Ha lett volna még időm játszani ismételten, akkor sokkal jobb szezont futottam volna utána. Mert ez is ugye arról sok minden arról szól, hogy hozzászokni ismételten a nagy színpadi játékhoz. Hozzászokni a metához, kicsit kitapasztalni a matchupokat. És igazából az a fél ez a fél év, vagyis az egy szezon, az a nyári szezon, az elég sok tudást átadott nekem. Vagy elég sok tudást visszanyertem a csapaton keresztül. Na mindegy, ezt majd kamatoztatni kell a jövő évben, ugye? 2024-es évben kamatoztatni kell a tudást, és akkor nagy esélyek lehetnek még. Egy visszatérésre az LEC-be valamikor. De elég kevés esélyt adnék rá most a következő évre. De pont emiatt, mert nem vagyok benne ezekben a hype játékos listában. De hosszú nagyon ez a queue, szerintem újraindítom, mert itt beautofill-el a végén. Martin the Top Father, halihó! Végre lesz ellenfel a törött kardnak. Van neki így is szerintem. Kis info, hogy a Twitch magától beírta a chat ablakba ezt a partneré fordulós dolgot, azért küldi sok ember, nem mi tartjuk számon. Á, oké. Okay. Ja, elég sokan írtátok a partneré fordulós dolgokat. Nem is baj. A te játék stílusod inkább a makróra csapatjátékra fókuszál, felkapni azokat szokták, aki 1v9-eznek toppon is. Ja, ez is igaz egyébként. Hát amivel én ki tudnék emelkedni, az ugye a stabilitás. Tehát stabilan hozni minden lane-t, nem hátrányba kerülni, solo kill-eket elkerülni, ellenfelet többször solo kill-elni, teamfightokban stabil játék. Zából ez, amivel én ki tudok emelkedni személy szerint. Meg a nyári szezonban ugye, hogyha megnézzük a laning fázis statisztikákat, akkor nagyon domináns laning fázisaim voltak. Szerintem ilyen 30-40 minion előnyt kialakítottam rendre minden egyes meccsem. A vége fele. Tehát például ezt tudnám stabilan hozni egy egész szezon során, az például elég kiemelkedőnek számítana. Tehát ilyen statisztikák alapján is ki lehet emelkedni. Mert ezeket előbb-utóbb fel szokta kapni valaki. De ez egyébként mellékterméke annak, hogy egy sikeres vagy a csapatoddal. Tehát lábbi ilyesmire fölösleges fókuszálni, hogyha a csapatod nem sikeres, akkor tök mindegy, hogy egyénileg milyen teljesítményt is nyújtasz. Tehát az egésznek az alapja az, hogy sikeres lenni a csapattal, és azon belül is egy nagyon húzó pozíciót betölteni. Hm.
maradok az Irelia bannál. Mondjuk Belvetet jó lenne kibannolni, de... Ha Talia jungle-ünk lesz, akkor az talán nem vészes. Régen több Camille Fiora set game-ed volt, ezekben már nem lesz potenciált, vagy nem a stílusod? Hát a set az sose volt comfort champion végül is. Volt egy-két jobb meccsem vele, de... kompetitív szinten szerintem kétszer játszottam, és mindkétszer vesztettem vele. Annyira nem jött be nekem a hős végül is. Több gyakorlás kéne hozzá. Az alapmechanikák sokszor hiányoztak. Camille Fiora, azok működhetnének, igen. Lehet Fiorába érdemes lenne egy kicsit több időt belefektetni. És csak úgy bepikkelni. Emlékszem, játszottam scrimekben is. Még az előző tavasz szezonban egyszer-kétszer, és akkor az általában elég sikeres is volt. Talán nem áll annyira távol tőlem a hős, csak nem blind pickelném, az biztos. Max ilyen counter picknek, és mibe is lehetne hozni. Esetleg Gnar. Jax ellen az egy elég skill matchup, azt is be lehet vállalni. Cassandra ellen lehet hozni. Tankok ellen. Alapból például Renekton ellen elég nehéz a matchup. Rumble ellen is nagyon nehéz. Oké, az emlegetett Samar, a Rek'Sai megérkezett, srácok. Blind pickelnem kell valamit, jól van, ez egy poppy match lesz. Rájuk csapunk egy poppyval. Rek'Sai-t kövi patch-re kb. Meg is elég a nerfekkel. Wunder játszott Oscar helyett azért, mert Oscar ugye lesérült. Ez csak azért volt, hogy Wunder játszott helyette. Oké, okay, GP match. Legutóbb pont egy GP ellen játszottam. És alapból ezt a matchupot én nem tartom a legjobbnak Poppy számára. De azt a GP-t én nagyon ledaráltam legutóbb. Kíváncsian várom, hogy ez a GP ez nagyobb kihívást fog-e nyújtani. Azért elég skillednek kell lenni GP-vel, hogy elverjél egy erős poppit. Ez nem annyira könnyű mindig. Hozok ám flinchinget. Slow resistance az elég jó tud lenni GP ellen. Alapból a GP az egyébként egy sleeper pické válik lassan. Tehát egy olyan hős, aki mindenki kicsit alszik rajta jelenleg, de elég erős tud lenni. A mi team kompunk ellen pedig igazából a Zeri meg a Rell ellen annyira nem jó, de a másik három ellen elég jó lesz később. Viszont nincs frontlinerjük, ugye Karmával játszanak. Tehát ez át lehet rajtuk gázolni valószínűleg majd teamfightokban. Meglátjuk. Don't know way. Oké, ez biztos, hogy egy stabilabb GP lesz, mint a legutóbbi. No way-nek erős GP-je van. Szóval elég greedy runái is vannak. Megnézzük, hogy az a defense tree az mennyire fog hiányozni neki. Jungle-öm elpáfol előlem. How Demacian of you. 30 seconds until minions spawn. So
Some things are minions have spawned. Oké. Na nézzük, mivel kezdett a GP Longsword refillable potion, valószínűleg itt a bokrokban ül. Oké, ezt a lényt megnyertük. Ha a GP így kezdi, bemisszelje a dupla barrel-jét, akkor az elég necces tud lenni számára. Oké, elmondom, hogy két wave push. Rájátszunk két wave pushra szerintem. Ugyanaz a taktikám, mint a Renekton per Rumble-ös meccsem. Ugye most lezónázni a következő wave-ben. Negyedik wave-en kell megtámadni. Ugye a GP ellen ez különösen jó tud lenni. Ha nem szerzi meg a Shint. Köztök mono problémákba futni. Ez Futures Market-tal játszik ez a GP. My blade is at your service. Iszi 669, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Na, mi lesz ebből? Nem lane el? Elszámoltam magam. Ajajajaj. Rámegy a kenőre, akkor lehetne valami chunkot rárakni egyébként. Everyone pays.
Na, lehet dive-olni egyébként. Na, ügyesen játszotta meg végül is. Egy gyors platinget elviszek. És hozok egy kettes cipőt, akkor nagyobb lesz az esélyem lerohanni majd utána. Flash-t elhasználta viszont. Egy 25, 10, 40 top. Valószínűleg elment a plantert, river plantert. Na, elhasználta a W-t, oké. Most kicsit rizikus, hogy jönne a Rex-el, akkor problémák lehetnének. Ja, az ulti az... Azt hittem, hogy visszajön már a W-je hamarosan, azért ultiztem, de ezek szerint még nem jött neki vissza. Lehet rámegyek Iceborne-ra rögtön. Iceborne ezen a meccsen jónak tűnik. Vagy jónak tűnik? Akarok Iceborne-t ezen a meccsen? Mindenképpen jó tud lenni a GP ellen. Ugyanakkor talán Sunfire elég is talán rámenni. Full tankra az még jobb is. Nem tudom. Herádoznak. Én is szívesen elindulnék, de szerintem túl sok szabadságot kap akkor a GP.
Nem lesz annak problémája. Ez betépézett ez a GP szerintem. Száj ott van, oké. Akkor maradok toppon. Még egy wave belefér. Ha rámegyek az Iceborne-ra, ez a GPS. Ha felsétál most elején, akkor meghalt. Oké. Okay. Ez meghalt. Iceborne elől nincs menekvés, hogyha ekkora előnybe kerül a Poppy. Én csak nem akarom, hogy a GP visszajöjjön a játékba. De alapból tartalékolhatnám a TP-met a botlane playekre. Szerintem nagyon fontos, hogy ez a GPS kiessen a játékból teljesen most. Oké, és még a sárkány is meglett, remek. Most igazából annyi, hogy rácsízelek még egyszer a GP-re. Valami cheese plate-t keresek, ami működhet. Oh. Köszönöm szépen, kedves Rexai, nagyon kedves volt a részéről. Például ez itt egy jó cheese plate, most szépen rásétálni a GP-re. Ugye long lane-en esélye sincs, hogy túlélje az Iceborne gauntletet. Most rá tudom dobni a passzívomat, akkor utána meg is halt. Szépen rátapadok. Alapból rátapadnék. Történik nem lesz ennyire könnyű dolgom. Rek'Sai-t bele pusztít kicsit a dolgokba. Ja, a Rek'Sai itt nem védi el a W. Azért nyomtam el a W-met, hogy felgyorsítsam magamat. Szépen outplayeltük őket. Igazából továbbra is tapadni szeretnék a GP-re, nem akarom neki, hogy vissza tudjon jönni a játékba. Mondjuk talált magának egy második killt is valahol. Na, megint sétál fel? Ja, sétál fel megint. Nem sétál fel. Hát most greedy lenne szerintem még egyszer rámenni. Alapból most milliónokat kell vinnem. Ez rossz döntés volt tőle.
megpróbálni még egyszer rácsizálni. Igazából ezt a Minion Wave-et elviszem, és utána mehet a Herald. Rögtön. Mi az ingyenes Herald? Lehet kicsit mélyebbre is menni nyugodtan. Ezt már így is szikuroltuk. Mi történik ezen a meccsen, srácok? Az a baj, ez a GP vissza fog jönni a meccsbe. Kéne kis Magic Resistni. Jó kis Cargo Stoneplate jöhet. Megadtad a respect halát, innentől nyerhetsz valóban. Hogyha rá tudott volna menni, én be TP-zek, az biztos. A Real az nem tudom mit csinált. Mit csinált a Real? Átugrott a falon 1v5-be bemenni. Ezt... nem nagyon értem. Na mindegy. Ja, ezt a meccset el fogjuk próbálni. Az a baj, nagyon erős a backline-juk. Kéne Nash Vision. Szóval nehéz lesz nagyon megnyerni ezt a meccset, főleg hogyha Rally ilyesmit csinál megint, amit most csinál. Rajta vannak? Ez a Rally, ez nem tudom, nem is értem, hogy mit csinált. Nagyon csúnya volt. A
creepy. Nagyon mély. Most nincs is sárkány Soul lehetőségünk, mert ugye mit csináltunk az előző sárkánynál, az nagyon csúnya volt. Rel barátunk már ki van égve, ne számíts tőle sok jóra, nem is számítok egyébként. De azután, amit itt láttam a sárkánynál, nem tudom, hogy a fejébe szállt már, amit írogatott a Thalia valószínűleg. Nagyon rástresszelt arra, hogy egy tökéletes meccset játszom. Kísértem úgy. Ám egy könnyű meccs, az biztos. Zeri ezt is lehozhatja. Lehozhatja, de hogy lehozza, meglátjuk. Annyira nincs könnyű dolga egyébként az Erinek, mert egy full backline comp ellen kell játszani. Kiküt kájtolják rendesen. Valaki leignite-olt, vagy mi ez? És ignite-juk. He? Mi az, ami miatt elkezdtem így égni? Érdekes volt. Valóban nem lesz jó vége. A torony az leesett, bevédem a többet. Igazából kollapszelhetnénk is rajta. Your
Na, neki lesz kérelt a GP sajnos. És még a nosort is elvitték ingyen. Teljesen szétmakrózott minket az ellenfél. GG. Elviszem a top wave-et, bot wave-et inkább. Just chill. Rendünk az recallozik srácok. Nem hiszem, hogy túl sokat tudnánk csinálni. A brand recallozik. Táliánk is elmegy éppen. Stoneplate-et vegyek, ja, Stoneplate-et vegyek. Muszáj tankosítani magamat. GP-nek nincsen flash-e most. Brand, van-e valamit? Ezt kapta a CC-t rendesen. Harminc másodperc az ultim, szerintem ez a sárkány meg lesz. Csak GP nem manshotolja. GP halott, mehetünk mélyebbre. Jó van, ebből elég volt. Ez katasztrófa, amiket pingel mindenki. Sajnálom, ebből most tényleg elég volt. Össze-vissza pingel az összes. Fogalmuk sincs, mit csinálnak. Legalább ne avatkozzanak közben.
olyan playekbe, amik teljesen jók és nincs semmi probléma velük. Na. Nyugalom van, srácok, nyugalom. Nem lesz jó vége. Ezt az erőt könnyebben el tudja vinni. De toxik a hősöm. Vállaltuk magunkat, itt látom. Nem is tudom, mit építsek következőnek. Jónak tűnik. Ne, nem viszik el a karmát. Elvitték. Kemény vagy, csacsi. Muszáj keménynek lenni. Szerintem egy... valamilyen még tankosítana, az jó... jó lenne. Nézzük, milyen itemjeik vannak. Ugye van kritjük, randuin az nem rossz. De alapból még több. Azon gondolok, hogy Starak vagy Titanic Hydra. Kis extra sebzés a Titanic Hydra-ból. Nem biztos, hogy rossz lenne. Egyelőre veszek egy stopwatch-ot, az... játéknyerő lehet a stopwatch. Egy elixírt is megveszek gyorsan. Ez biztos, hogy olyan, amit ott csinálunk? Gyanúsan rossz nekem. Kell healelni. Nem hiszem, hogy tudnának ennél. Ah, mond Warmoxom, nem kell healelni többet. Kézelhetjük őket egy kicsit, ja. Erre hát rá agridel valaki. Oké, Orianna itt van. Krebet el lehetne vinni gyorsan. Ó, az jó lesz. Nagyon jó, szép volt Zeri. Yep,
It's even heavier than it looks. Miért nem törnöltünk, vagy? Én a meccset akartam itt megnyerni. Tehát az a baj, ezeket az objektíveket 5v4-ben voltunk, ugye? És nem úgy kezeltük az objektívet, hogy oké, az ellenfél felsétál, és akkor rájuk fordulunk itt. Hanem úgy kezeltük, hogy oké, megpróbáljuk beflippelni, aztán hát, ha valaki itt időt nyer. Ez nagyon nem volt jó. Mindegy, miénk lett a sárkány. Lehetne rosszabb is. Viszont egy Guardian Angel-t. Jó, az az Immediate Power Spike kell nagyon most. De ezt a flankelést szerintem nem fogom csinálni a következő harcban, mert nem úgy tűnik, hogy annyira nyitottak lennénk rá. Pedig szerintem alapból nagyon erős, hogyha Poppy rá tud flankelni az ellenfélre. Csak az ultimat be kéne találni a Rek'Sai-ra. Az a karma, az mekkorát ütött a Rell-en. Ez nem jó, ezt el kéne hagyni, ezt a nasteret. Mert a rush. Most rá kell futni, le van shotolni. GP ulti még be is segít. Nagyon veszítjük a fight-ot, úgyhogy meg kell tenni, amit meg lehet tenni. Beendelik. El fogok kiveszteni ezt. De Zerink az mit csinált? Mit csinált a Zeri srácok? Ide kellett volna pozitív... Amikor nem tudom. Nagyon sok mindent lehetett volna csinálni. Átugorni itt a falon, ide bejönni a pitbe. Átugorni korábban itt a falon, mielőtt megölik. De szomorú volt szemed, srácok. A 100%-os Poppy winrate-nek annyi. Az a legszomorúbb ebben. Na itt honorálható nem volt, nagyon toxic csapat volt. Ez a toxikusság, amit a Thalia belehozott a meccsbe, ez nagyon... nem volt szép. The face of a broken man. Ja, hát ez eléggé megtöri az embert, az ilyen vereség. Mit lehet mondani? Még a sok állapotban vagyok. De amúgy mondtam előre, hogy ennek ez egy nagyon nehéz meccs lesz. De amikor láttam, hogy a Rell mit művelt ezen a meccsen, lehetett tudni előre. Ugye a Rell alapból az az engage hősünk, akinek kreatívnak kell lennie. Kreatív flankiket találni, és 1v5-be csak úgy beugrott, úgyhogy semmi follow-up nem volt a közelben. Akkor lehetett tudni, hogy ez egy nagyon
Nehéz meccs lesz. Halljó dandom. Mi az a flank? Az, hogy oldalba kapod. Tehát így oldalba kapni az ellenfelet. Vannak ilyen hősök, amik erre nagyon jók, főleg CC-vel rendelkezők. Hány LP a Challenger? 900-950. Tehát nekem még kell egy 160-170 minimum. 5-6. 6-7 győzelem zsinórban. Ajjajjajjajjajj, srácok. Ajjajjajjajjajj. Itt a hétvége, Csacsi, lesz időd elérni a Challengert? Nem tudom, hogy a hétvége az mennyire játszik közre ebben. A hétvégén ugye scrimmelünk. Szombat és vasárnap is. Csapatgyakorlás lesz. Hú, ez egy elég kimerítő meccs volt egyébként, nagyon ráfókuszáltam én is. És érzem, hogy az energiám az kezd lejjebb esni utána. Jól van, mit lehet tenni, vannak ilyen meccsek is. Fontos a solo queue rank, amikor csapatokkal beszélsz? Nem fontos. Elég mellékes manapság a solo queue rank, mert maga a solo queue az... Ja, hát nem sok köze van a kompetitív meccsekhez a solo queue-nak manapság. Nagyon sok az OTP, nagyon randomok a playek, kevés makró, nagy az összevisszaság. Ja, hallottam, hogy a ping rendszert átalakítják. Rá is fér egy kicsit. Na mi ez? Nidalee jungle-ünk van? Mecsapos írásaidat milyen gyakran kukázod, változások, reworkök, stb. Miatt? Nem szoktam egyáltalán kukázni. Tehát amit leírsz, az általában azok ilyen általános dolgok szoktak lenni így matchupokhoz mérten. Tehát egy kisebb nerf itt-ott vagy buff az nem szokta annyira eldönteni őket. Meg amint metává válik valami, akkor úgyis rengeteget játszol vele, vagy ellene. És akkor hamar kiderülnek a dolgok. De mindenképpen valami frontlinert kéne hoznom. Vagy... Gwen. Valóban ez egy jó Gwen meccs lehet. Nem benne vagyok a Gwenben. Ez jó Gwen meccs lehet. Gwen is hasonló szerepet tölt be, mint egy frontliner. Ornn. Nem. Az a baj egyébként, hogy ránézek a kompunkra, ez ilyen összevisszaság. Tehát most a frontlinert hozok, nem feltétlenül jobb, mint egy damage dealer dive hős. Mert front to back-et mindenképpen veszítünk. Tehát az, hogy mindkét csapat így 5v5-be egymás ellen harcol, akkor azt mindenképpen veszítettük volna, hogyha frontlinert hozok. Mert nekik egyszerűen sokkal több sebzésük van, stabil sebzésük a háttérben. Ugye Orianna Zeri az 100-szor többet fog sebezni, mint a Zaya Zed. Zednek az az erőssége, hogy bedive-olni a backline-t. És ebbe tudok neki segíteni Gwennel. Az Aya az pedig majd el lesz magától is talán valahogy. Nem tudom.
Mi a bajok ezeknek a junglereknek? Mindegyik elkezd pingelni, meg írogatni nekem. Nyugodjunk le, srácok. Viszont az előző tálja. Na, megy is a mute. Jó, nem mute-olom most. Megnézzük, mit írogat. Ha megint kezdi az írogatását, akkor majd lemute-olom, de megadjuk neki a lehetőséget, hogy megreformálja magát erre a meccsre. Oké, DJ Aatrox ellen játszok. DJ Aatroxnak szintén ghostja van. Okay. Mennyire szeretnék prioritást szerezni ebben a lane-ben? Annyira szerintem. Ah, dupla magic resist, oké. Okay. Ah, nem lenne rossz megszerezni. Tradeltem. Na jól van. Ez talán nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. De nem biztos így, hogy nem haltam meg. Közel volt. Flash-je van, akkor megölt volna. Hiányos a tudásom a matchup-pal kapcsolatban. Elég jól játszotta meg az Aatrox, az vagy Aatrox, DJ Aatrox. Kassanta elég jól játszotta meg, az biztos. Elég szépen időzítette a wave ütését. Érdemes visszanézni az ilyen meccseket. Ha néha-néha találkozol egy-egy jó játékossal, akkor azt érdemes visszanézni. Oké, okay, most akkor. Mit is csinált, ami miatt megszerezte a prioritást. És hogy adott-e nekem lehetőségeket, amiket nem használtam ki. Valószínűleg. Szóval most sikerült stabilizálni. Ez valószínűleg itt fagyasztja majd kicsit tovább. Valószínűleg csak vissza fog tépézni. Ja. Negatron Cloak.
My blade is at your service. An ally has been slain. Fori X Hun, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Halió, halió. Na igazából, hogyha sose akarsz belehalni egy kaszantébe, akkor mindig respekteled a knockback-ét. Igazából ennyi az egész. Én meg nem akarok belehalni, úgyhogy szépen én is respektelem. An enemy has been slain. Milyen jól játszott az early game-et, most a trade-jei annyira nem a célosak azóta. Ami nekem elég jó. Egyet. Jól van. Kicsit leizzadtál. Á, én is leizzadtam kicsit, de... gondoltam, hogy nem fog tudni megölni. De valóban kicsit közel volt a dolog. Ha, minden jó, hogyha a vége jó. Sohon! 41. hónap, nagyon szépen köszönöm, szép napot neked is. Üdvözlet ismételtem. Olyan kérdésem lenne, hogy esetleg a Pink Warlash, Sima Warlash, Deep Warlockot hova érdemes pakolni egy profi szinten. Nem tudod eldönteni, hogy hova rakjad? Ajánlanám akkor nézni profi meccseket, hogyha ez érdekel. Ott megnézni, mik ezek a wardlási tendenciák egyes profi játékosoknál. Sokat lehet tanulni. Ezt alapból nehéz megmondani, hogy most hova érdemes rakni. Így láthatlanba, de... biztos, hogy lehet látni tendenciákat egy supportoknál, hogy hova szeretik. A matchup az most már kiesett a kontrollja alól, köszönténak. Ezekbe védeni.
Unstoppable. Unstoppable bike. Ah, ez szerintem nem rossz lane assignment egyébként. Mert a Cassandra főleg magic resistet épített. Ghost-tal ki tudom futni az ellenfelet, ha legyen kellnek. Ja, Poppy legyen kellett. Futjuk Ghost-tal, stabilizáljuk a lane-t. A kumat jobban időzítem. Kicsit balra, akkor elvittem volna. De miért genkelnek le ennyire megint? Az érdekes. Eléggé rosszul állnak a pálya tekintetében, én látom. Húha. Húha. Mindenki misszelt minden. Tier 2-es tornyot is vesztettek most. Még elviszik az erének a Tier 1-es tornyot. Talán annyira nem rossz neki mégsem. Ó, oh, ez elég közel volt. Ja, most nem vagyunk túl relevánsak se a köszönteseim. Amit szépen felfarmolunk. És megvan a mi fikitemem. Ez nem lesz jó. Zerik ennyire carryznek minden meccset. De elég veszthető ez a meccs egyébként. Jobb a team kompja az ellenfélnek. Maradok miden. Nem akarom, hogy leszedjék a tornyot. Mit tornyot hogyan lehetne bedönteni Orianna ellen, meg Zeri ellen? Van neki static shivje. Szép.
Na, ez a Poppy nagyon beindult most. Oké, szép. Lehetne mit tornyot ütni. Kigosztolok, mielőtt elkapna egy... Orián a Shockwave. Ez túl erősködtük a pályka. Most hát nem a pályka erősködte túl, szerintem én voltam a ludas. Megpróbáltam ütni a tornyot, mert Orián nájuk van. És szeretném azt a tornyot leszedni minél gyorsabban. Alapból nyerni kell, de hogyha ennyire le vagyok csánkolva, akkor nem vagyok benne biztos én sem. Kassante letépézett botra. Szerintem nem a jungle campek formulásának az ideje. Harcba nem tudok beavatkozni, de be tudom pusholni elejét, tudok rikolni, és tempóval nyitni a pályára ismételten. Mit tornyot pedig leszedjük? Hát megérte ez az akciózgatását potom. Elég sokat elhasznált rá az ellenfél. És leszedtük a mit tornyot, ami nagyon fontos, nagyon nehéz leszedni a mit tornyot alapból. Jövök én is. Nem visszük el. Találtam be az első ultimat, sorry-ra. De kár érte. Ezt fel kell adni ezt a mid tornyot. Nincsen gun ultink. Thank you.
Okay. Nem volt rossz harc. Miért vagyok olyan, mint egy anime antagonista? Nem tudom, miért? Miért vagyok olyan, mint egy anime antagonista? Nekem boton kéne lennem, de ott van az Ed. Megyek topra akkor. Na, mindenképpen farmolnom kéne. Ha, oh, az megvan az Ari. Oh, az Ed mit játszik? Oké, okay, Zed az nagyon broken. Láttam én is ilyen Zed montázsokat manapság. Ez a hős, ez nagyon OP jelenleg. Mehet, mehet, jó lesz az. Betépézik. Pike-ot megvártok, jó döntés. Mikor veszek Rabadont? Most harmadik itemnek veszem. Alapban nagyon megszerettem ezt a nosos túlfos buildet. Sokkal gyorsabban lehet vele felszkélelni. Ilyen 1-3-1-et kéne játszani. Én maradok botom. Ebből inhibet lehet szedni. Hol az Eri? Ott az Eri.
Hol az Eri? Itt az Eri! Hát nem tudom. Valahogy nem nagyon adja nekem ez az ellenfelett teamfightom egy dolog, de... próbálhatjuk. Ozvon is érkezik. Megszerezzük a Rabadonst. Ez a rel. De utálom a releket. Mennyire erős ez a hős. Inkább nem jutalom őket. Megint. Az a Poppinak elég sok időbe telt, mire reagált. Én meg is védhette volna. Ja, ez Rel, ez nagyon undorító hős. Ezzel nem lehet mit csinálni. Ez annyira OP. Őszinte leszek, én csak split pusolni akarok ezen a meccsen. Ja, nem látom a... nem látom, hogyan tudjuk ezt az Erit megölni. 17-5-ös most már. Hatalmas védelm van. Van Reljük, Poppjuk, Cassante-juk. Ne vicceljünk már, egy Pyke alap meg egy Zeddel teamfightolni akarunk ellenük. Psza. Gyönyörű. Csak egy ward kéne nekem. Zájának beragadt az ultia. Van Tenacity? Nem, nincs Tenacity. Miért nem hoztam Tenacity-t? Komolyan lecécéz az Rel 10 évre és nem tudom még a harmadik ultimat se elnyomni. Ja. Kemény.
Kemény CC machine ez rá. Poppé is elég erős. Túl sok broken hőse van az ellenfélnek. A tipikus solo queue pickek ellen, Nidalee Spike. Két olyan hős, ami igazából magához ilyen teamfightokhoz túl sokat nem ad hozzá. Hát talán belopjuk ösztön a sort, igazából ez egy 50-50 lesz. Azt nem hiszem, hogy az ellenfél megakadályozna. És akkor Nidalinknak nincs flash-je. Á, nagyon szépen megakadályoztuk, sőt ezt még át is lehet majd venni. Ez a rel az nagyon mélyre megy ott. Ellenük játszani. Ez az Eri az nagyon lekerizi. Mit tudunk csinálni az Eri ellen? Nekem kéne megölni. Hogy tudom megölni, hogyha nincsen CC-nk? Túl nagy a mobilitása. Az a baj, hogy nincsen CC a kompunknak. Ez hatalmas probléma, hogy semmilyen crowd control nincs. Szép. Split pusholni kéne, srácok. Ez a teamfight ez nem adja ezen a meccsen. CC nélkül Zerit soha az életben nem fogjuk megölni. És a Zayánk az 100-szor gyengébb nála. Még ha meg is öljük a Zerit valahogy, de belehal valaki, akkor az Orianna plusz a 3 tank 10 millió CC-vel úgyis meg fogja ölni a maradékot. Sajnos így van. Szerintem a legtöbb, amit tehetünk, az a split push. Köszönte. Azt elveszítjük. Rikolóni kell és a bázist védeni. Ah, lehet CC elleni, elleni potiont kellett volna menni. Védeni. Á, de közel volt. Lehet viszont őket chase-elnie, ez jónak tűnik. Az Eri az meg lesz. Mennyi CC-je van az ellenségnek, atya úristen. A nulla CC kompot 10 millió CC ellen.
Na vajon melyik fog nyerni? Hát persze, 10 millió CC. Hát, hogy lehet rel poppit odaadni? Ez nagyon broken. Mármint, oké, azzal nincs probléma, hogy rel poppit odaadni. Azzal van probléma, hogy nekünk milyen hőseink vannak. Nidalee, Pyke. Nincsen CC. Szerintem elég időt tudtam vásárolni. Talán. Ja, jónak tűnik. Ó, oh, szép volt Zed nagyon. Oké, okay, mit tudunk ebből szedni? Semmi. Nincs semmi a pályán, srácok. Egy... empty clean up volt. Húha, veszélyes lesz. Bármelyik bokorba ott ülhet egy Zeri, hogy levánsatoljon valaki. Nem lesz jó vége. Lehet, hogy a Zeri végül is csak itt ül jelenleg. Én lemegyek botra, aztán elkezdek split pusolni ott. Nem tudom, a Kassant ellen tudok nyerni, de az se annyira egyértelmű dolog. Jó, persze, persze, erre. Tényleg nem tudok mozdulni. Katasztrófa. Van sok CC-s komp. Huszonhat kill-es Zeri. Ah, Zerit bannolni kell ezek szerint ma. Ma ez ma olyan nap, hogy a Zeri az mindenkit megöl folyamatosan. Minden meccset Zeri carries. 29 killes Zeri. Na ilyet még nem is láttam a manapság egyébként. Ilyen 30 killes Zeri. Kár érte. Nem volt honorálható ismételtem. Elég toxic team volt szintén. Á, mi van manapság ezzel a hatalmas toxikussággal? Nagyon elszabadult. Need a tilt proof? Á, nem tűnt nekem tilt proofnak, nagyon elvesztette az is a fejét. Ez ugyanaz a Zeri volt egyébként, mint az előző meccsem. De most nyilván könnyebb volt neki játszania. Ez a nagy különbség ugye az előző meccsem. Neki elég nehéz dolga volt egy ilyen full kite backline comp ellen. Ezen a meccsen pedig 0 CC dive comp ellen kellett játszania. Sokkal könnyebb dolga volt most, mint az előző meccsem. Ez van srácok. Nem lehet minden meccset nyerni. Legalább Zajának sikerült szerezni egy killt. Úgy tűnik. Hány mes lesz még? Szerintem még egy utolsó. Egy utolsó meccset játszunk még. Ha egy hűsnek visszahozhatnád egy spelljét, kinek mit hoznál vissza? Egy spelljét? Ez nehéz. Egy spellt nehéz visszahozni. Régi poppi ulti. Szerintem az új poppi ultinak van ugyanakkor erre, mint a régi poppi útnak.
Úgyhogy azt nem mondanám, hogy ezt vissza kéne hozni. Meg nagyon hozzászoktam már ehhez. Hát, hogyha a Reworköt kéne vissza változtatni, akkor én vagy a Irelia-t vagy a Yorick-ot változtatnám vissza. De egy képességet, ezt nehéz megmondani. Galio W plusz Flash-t, régi Irelia ulti. AOE 2-t nem szoktam játszani, nem szoktam. Egészen felpörgött a játék, tök jó közösséges tournamentek vannak. Na, annak örülök viszont, hogyha felpörgött. Régi Yorick. Ja, hát a régi Yorick az eléggé adta. Ugye a régi Yorick Cassiopeia. Ha Champet kérek, akkor Irelia-t volna tudjuk. Bizony. Régi Irelia az mindig is közel állt a szívemhez. Vagy a régi Swain. Régi Swain is nagyon jó volt. Régi Swain az nagyon adta. A régi Maokai se volt egyébként rossz. Ugye emlékszem, Maokai ult ilyen AOE damage reduction-es ulti volt. Emlékszem, amikor a Moscow 5 játszott még, ők minden egyes meccsen bannolták a Maokai-t, mert annyira erős teamfighter a Maokai. Meg elég unskilled hős is volt, maradjunk annyiban. Megvetted rá a két goldos itemet. Junglerként olyan voltál, mint egy support goldos itemek plusz pink wardok. Azok voltak az idők, két support. Akkor nem volt még support item, ugye? Régi Shen a hílelős dobálózásával? Tényleg a régi Shen, régi Shenku az nekem eléggé adta. Szerettem. Nagyon kontrollált hős volt a régi Shen. Az valahogy ilyen nagyon kielégítő érzése volt annak a Shen kart dobálásnak, vagy nem tudom, szerintem elég jó volt ugye a hős. Mondjuk kevés counterplay volt ellen, az biztos. Ugye a Q-bet az egy ranged képesség volt, a W az egy pajzs. Ja, elég erős volt a hős. Ja, a régi Sivan a Diamond kezében nagyon adta valóban. Mit szólsz ahhoz, hogy a kommentátorok leüregeztek generáció szinten? Miben különbözik a játékotok a fiataloktól? Markáns különbség. Én nem vettem észre, hogy akkora különbség lenne az én játékom, meg valaki más játéka között. El tudom képzelni, hogy leüregeztek, ugye 30 évemmel valóban a legöregebb, sőt, szerintem a ligában a legidősebb én voltam. Még a végén kiderül, régen az egész játék jobb volt. Ami mindenképpen jobb volt régen, az az, hogy a solo queue gyakorlás az hasznos volt. Tehát tényleg olyan matchupokat játszottál, amit kompetitív szinten is játszottál. Az emberek jóval többet tryhardoltak, kevesebb volt a flame. Ebből a szempontból soval, jóval nyugisabb volt a játékot játszani, mint manapság. Mint viszi matus állam csocsi. Kliens az régen jobb volt? Azt nem mondanám, én emlékszem arra, hogy mik voltak ott a klienssel. Húha. Ha úgy gondoljátok, hogy ez rossz, ami manapság van, hát a régi klienssel ott napi szinten problémák voltak sokszor. Régen minden jobb volt. Azért nem mondanám, hogy minden jobb lett volna. De valóban meg volt fénykora a League of Legendsnek, és az szerintem korábban volt, nem most. Na, mit hozzunk ezen a meccsen? Brutális counterpicket. Fiorát.
Lehet Fiorát lehetett volna hozni az előző meccsen, és akkor csak split pusolni. Á, nem tudom. Mindegy igazából. Renekton bannolt az ellenfel, ez valami Riven, valami hasonló lesz. Jax az nem lenne rossz, Illaoi talán, ha olyan kompot hoznak. Ó. Charvan Bart, Jax az elég jónak tűnik most a hőseik ellen. ...2017-től 2019-ig volt a peak szerinted? Ja, szerintem is körülbelül ilyen... ...season 7-8 körül volt a peakje. 6-7-8 mondjuk úgy inkább. Mondjuk nekem a... ...harmadik szezonban a VB az, ami nagyon adta. Ugye, amit az SKT nyert. Ez brutálisan jó VB volt. Menjünk egy GP meccset. Régen volt már GP srácok. Úgy hallottam GP jó nellem. Nem tudom mennyi igazság van ebben. Kiderítjük. Nem játszottam még a matchupot, de hogyha jó, akkor valószínűleg nem lesznek nagy nehézségeim. De másik top lane-re support. Nem trollkodunk itt longsword kezdéssel. Oké. Mekkora sustainje van a Yone-nak? Szerintem sok múlik azon, hogy Doran's Blade-el vagy Doran's Shield-el kezd. De valószínűleg Barrel-el kezdeni, így is úgy is megér. Szerintem kezdünk Barrel-el. Kis hordók. Hordókat rádobni az ellenfélre. Yone playerek szerint minden ellen erős a hős. Őszinte leszek, valóban kevés counterje van a Yone-nak. Szerintem a legjobb counterek az ilyen Dariusok, meg nem tudom mik lennének, csak én azokkal nem vagyok valami komfortos. A slow death will be their reward. Oké. Na full focus erre az utolsó meccsre, megnyomjuk. Slat late invaderik a kartuszomat, akinek Sejuani a neve. Tell my tale. Tides of dead will herald my return. A walking feast for us, Akana. Nem baj, össze bepusra egyébként eleinte. Sőt, és két wave-et rám pusra, ez talán még jó is számomra. Valószínűleg meg akarnak támadni toppon. Ja.
Akkor okos volt a pusolása. Ugyanazt csinálja, amit én csináltam ugye korábban. A Renektonos meg a Rumble-ös meccsem. Kéne most élni ezt a szituációt. Hogy éljük túl. Talán flash-sel. Flash-sel a csárban. De a probléma az az, hogy kapom majd a genket. Na. Ah, pusholja. Köszönöm szépen, hogyha ezt most megfagyasztotta volna, én nem tudom játszani a játékot. Mert nem tudok felsétálni a lane-en flash nélkül. Légy, hogy bepusolta a Jóna. Köszönöm szépen. Valószínűleg Spike-ol egyébként, azért pusolja. Mekkora use lesz a Karthus? Ott volt egy 10 HP-s Jón és nem tudta befejezni. Azt hittem a Karthus befejezi a Jónt. Arra vártam, hogy mikor fejezi be. Nem tudta befejezni. De atya úristen, mennyire use lesz a hős. Ha valaki nem jó rajtam. Természetesen. Olyan nincs, hogy egy 100 HP-s Jónt nem tud befejezni egy Karthus, aki jól betalál Q betűkkel. Ez iszonyatosan gáz, ami itt zajlik toppon. Solo Q legalja folytatódik. Komolyan mondom, ez ami itt Solo Q-ba zajlik. Atya úristen. Manapság. Jó, most már játszatlan top nyilván. 2-0-as Jóna. Full level előny. Ja, jó lesz. Fun. Jaj, hogy még nem level 6-os a Triszt. Jól van, meglátjuk. Hogyha a GPU jóna ellen, akkor még így is tudok majd trade-eket találni, de... Fogalmam sincs, hogy hogy. Szerintem rám ultizik, akkor meghal. Rám ultizik, akkor meg is halok rögtön. De rosszul játssza meg. Ilyen ingyen kill lenne ez a Karthus.
Ajajaj. Egy az egyért? Ulti, ulti, ulti! Ulti! Mit csinál? Mit csinál? Te atya úristen! Úristen, mit csinál ez a Karthus? És nem vitte el a Yone-t? Jól van, soha többet nem pikkelek GP-t szóló kira. Ez így nem működik. Ez így nem működik. Ilyet még nem pipáltam. Az egész kivitelezés bűzlött úgy, ahogy van. Mi volt ez a ráflesselős, nem tudom micsoda. Katasztrófa volt az egész. Ez úgy, ahogy volt, egy teljes katasztrófa volt, amit csinált ez a Karthus. De, remek. Hát, bemegyünk túlélő módba. Jaj, nem volt Nautilusnak ultia. Nem volt jó az ultim akkor. Aha, elvitt a red buffunkat, jól van. Aha. Elvitt a red buffunkat. Ez ki fog most dive-olni. Hát talán egy az egyért az upgrade-en. Teljes mértékben. Ah. De jó ilyen meccse zárni. De élvezetes. Teljesen szétintelt az egész meccset a Karthus. Come back.
comeback is jó volt egészen addig, amíg az over nem chase-elt ki őket meg. Egyébként ez a meccs ez nyerhető, akár mekkora hátrányba is kerülünk, mert jó team compunk van. Az előző meccsel ellentétve, igazából a... Szóval az ellenfélnek is jó team compja van, de inkább mondanám, hogy ők vannak. Na, de rossz volt megint az ultim. Inkább ők vannak itt timeren, nekik kell befejezniük a meccset minél gyorsabban. Ezt simán ki fog dive-olni, szerintem elhagyjuk itt a teret minél gyorsabban. Ez brutálisan overfed a Jóna. Majdnem két itemje van. Most le fog 1v2-zni minket ismét. Persze, hogy le fog 1v2-zni. Most tudom, mit próbálunk itt éppen. Meg útja is van egyébként. Két CC nélküli hős. Az egyik az nem tudja betalálni a képességeit úgyse. Teljesen mindegy. Az egyetlen comeback az az lenne, hogyha a Jón beáldozná magát valahogy, értünk? Nem fogja úgyse. Mert miért is áldozná? Tehát amikor Karthus érkezik, akkor semmit nem tudunk úgyse vele csinálni. Annyira overextendelhet, amennyire csak szeretne. Mert olyan hősöket hoztunk, amiknek nincs CC-jük. Ismételten CC hiányosság. Hát miden sálunk valami vadul egyébként. Itt is egy 3-as szint hátrány. Gyertek, hát outplay-elek valakit. Na, nem úgy tűnik, hogy bevállalnak. Na, Nautilus, összeadna valamit. Nem lesz. Na, megint van neki elbetűje, jól van. Nincs már cooldown az elbetűjén, az a baj. Azok is meg fognak halni, nyilván. Nincsenek túlok. Mindenki underfed, 2-8 túlok. 1-6 túl 6. Karthusunk a legfideltebb, aki a legrosszabb játékosunk. Nézzétek, mi ez. Egy Q betű nem talál be. Ez nem szabad így Karthus játszani, hogyha ennyire rossz valaki skillshotokkal. Ez egy full skillshot champ a Karthus. Ez csak, csak skillshotokat használ.
assistot csak kaptam. Hát, innentől ez a meccs az egyébként már csak szánalom. Itt mindenki csak próbál visszakapaszkodni. Hát itt már senkinek sem számít, hogy hányszor hal meg egyébként. Ha már meghaltál 7-szer vagy 10-szer, akkor tök mindegy, ha meghalsz még többször. Meg kell próbálni comeback-elni, aztán hát a visszajön valami. Most a Jón az adott nekünk egy jó nagy shutdown. Most a Jarvant is meg fogjuk ölni. Ez már egy jó kezdés. Következő comeback. Nem baj, jó comeback. Megöltük a Kai'Sa-t. Kinek volt, nem is volt shutdown-ja, a Jarvan-nak legalább volt. Most már lejátsszuk ezt, srácok. Ezt a meccset most már lejátsszuk. Hogyha eddig szenvedtünk, akkor szenvedjük már ki a végét is. Miért is ne? Nagy vérzést kaptál csak a nézésétől. Talán elérjük a level 13-os Power Spike-ot valamikor. Talán. A három itemes jó, ne? Na, azért jól lecsánkoltam. Többet úgy sem tudok csinálni. Nem, mintha tudnám tartani. Torony alatt a 13-1-es jóni. De... nem szedte le az inhibitorjunkat még. Na most már lefogja, hogyha a Zion az visszasétál a bázisba. Ahelyet tud bevédeni. Öt arany. Bezsebeljük azt az öt aranyat. Orianna Legendary, oké. Ja, ezek beendelik most, nem tudjuk már őket Oké, flow. Ajajajaj, jó meccs volt. Ennek tényleg sok értelme volt, srácok. Az ilyen meccseknek. High quality. Behonoráljuk. Nagyon tilt proof volt. Na jól van. Ezzel be is fejezzük szerintem. Jobban jár mindenki. Mai napot lezárjuk. Quality az túl alacsony ma. Kit hoztoljunk be? Milyen magyar streamerek vannak most? Toxmo? Lord Szirmai?
Van itt egy ilyen EUVEST Master 270 LP bal alól. Beosztalunk valami ismeretlent most, azt mondom. Én is belenézek, nem ismerem egyáltalán. Lehet, hogy egy... rossz... rossz hossz lesz, megnézzük majd. Nézzünk be Balához, 270 LP-s master játékos, nem hallottam még róla. Beosztalom a kártuszt, ja, tényleg, azt kéne beosztolni a kártuszt. Lehet kártuszott itt. Hát, megnézzük. Köszönöm szépen, hogy néztetek. Sajnos a minőség az kicsit romlott a vége fele, de hát... mit lehet tenni? Ez tényleg játszhatatlanná vált elég gyorsan. Majd legközelebb jobb lesz. További szép estét, srácok. Ciao.